American Airlines 49-es számú járat a Párizsból megérkezett. Utasai a vámvizsgálat után a 2-es terminál elkapuján fognak távozni. Itt vagyok, fiam! Isten hozta, Mr. Ewing! Köszönöm! Örülök, hogy itt vagyok! Nincs a földön hely, mely Texashoz foghat. Az autó a bejáratnál áll. Remek! Nem vesztegetjük az időt, visszahódítjuk a várost. Dallas. Rosalind Allen, fazekas Zsuzsa. Christopher Demetral, Hambas Dániel. Patrick Duffy, Csangó Zoltán. Linda Gray, Szerencsi Éva. Larry Hagman, Kránis Lajos. Amrit Katz, Molnár Levente. Deborah Kellner, Csondor Kata. George Kennedy, Szurka László. Ken Karcsovál, Vég Péter. Audrey Landers, Kis Erika. Francis Coggins, Vándor Éva. Jockey visszatér. Minden a régi, Mr. Ewing. Igen, ha csak valami ilyen nem okozott agykárt. Igen, uram. Fényképezte Dan Reddy. Ha most nincs rám szükség, elmennék ebédelni. Hoztak magának is valamit? Kínait fog enni? Szemben sincs. Nem baj, tele van a hűtőszekrény. Akkor mindjárt jövök. Jó étvágyat. Ezt még felvehetné? Á, Cliff! Még mindig haragszol rá? Ez olyan, mint egy rossz álom. Mi a fenének jöttél ide-vissza? Hihetetlen, hogy azok után, hogy elhúztad a csíkot innen, még van merszed betenni a lábad ebbe a városba. Ja, hát, valójában... Jó volna beszélgetni, de nem érek rá. A Ewing olaj nagyon leköti az idő, mert tudod, merre van a kijárat, nem? De Cliff! Nem azért jöttem, hogy zavarjalak, ezt tudnod kell. Nem, majd meglátjuk. De nem érdekel, mit akarsz, nem vagyok rá vevő. Eddig reményeim szerint te vagy az áru. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Bár még ez is belefér, hisz mindig ugyanazt a nótát fújod. A Ewing olajtársaság az apámé volt, és ott az ajtó, kifelé. Cliff, az idő megpuhított. Előtted most egy kedvesebb, lágyabb dzsoki áll. És az az igazság, hogy fikarsznyi reményem sem lehet arra, hogy elhadd nekem a céget. De mielőtt elvesztett, kapsz tőlem egy lehetőséget. Én figyelmeztettelek. Ez sosem fog bekövetkezni, és azt is megmondom, hogy miért. Mert Carter, McKay, meg én... Egyesültök, nem? Igen, én mindent tudok róla. Erről nem tudhatsz. Mindig akad valaki, aki elfecsegi, és igazán tudhatnád, hogy mindent meghallom. A helyedben nem várnám ölbetett kézzel, hogy az egyesülés megtörténjen. Ó, jut eszembe, nem is tetted olyan nagyon tönkre a társaságot. Ezért köszönet jár. Thank you.
szólsz hozzám. Jól lehagytalak. Jól áll neked ez az életút, fiam. Te vagy a legjobb lovas. De te tanítottál meg, Ráfa. Egész nap a farmon lovagoltunk. Ez így volt szép. Szerintem is. És eldöntötted már, hogy mi lesz vele? South Fork-a? Ó, dehogy! Hogy a kábolyok visszamenjenek-e a városba adminisztrálni. Persze, hogy South Fork-a. Most jó ajánlatom van rá, de... Mit csinálsz, ha eladod? És mihez kezdek, hogyha nem? Te már lassan egyetemre mész. Ez pedig túl nagy ahhoz, hogy egyedül viseljem gondját. Ne érts félre, ma is szeretem a farmot. De ma már ez más, mint akkoriban volt. South Forkhoz sok ember kell, mint a régi időkben. Állj meg! Állj meg! Julia! Te vigyázz a lányra, én meg utána megyek! Ne aggódj miatta! Apám utána megy! Oh, már mi lesz? Állj meg! Mi lesz? Sorsabban! Gyerünk! Gyerünk! Engedj el! Adja ide a kezét! Baja? Nem. Nem tudom, mi történt. Jó lovas vagyok. Hát, sose próbáljon a lovak fejével gondolkodni. Köszönöm. Köszönöm. Bobby? Bobby Ewing? Igen. Én Julia Cunningham vagyok. Ó, hát persze. Így kell viszont lássalak annyi év után. Te még mindig a nők lelkes megmentője vagy. Hát, van, aki sosem változik, igaz? Te sem. Nagyon szép vagy. Hát, ha tetszik, amikor egy nő csapzott, akkor az lehetek. Az a kedvencem. Visszavinnél, Bobby? Pamela már biztosan izgul. Persze, de ne aggódj, vele van a fiam. Gyere, szállj fel. És ki ez a hölgy? A barátnőm. Addig van velem, amíg az anyja távol van. Kapaszkodj! Ez a láb nagyon ismerős neked. Joki! Isten hozta! Nagyon kedves fogadtatás. Mi újság van idehaza? Mindenre vigyáztam. Retigennek elmondtam, mit akar. A magándetektív már dolgozik. Hát biztos van, amit elfelejtettem, de túl sok időm nem volt. Már ez is nagy dolog volt. Oh, és mi van Cliff Barnes-szal? Ő sosem változik meg. Alig emlékszem rá, milyen jó őt hülyíteni. Lefogadom, már meg is beszélte McKay-el a részvényeladás ügyét. Hiszen maga pont ezt nem akarta. Nem, nem. Ha Cliff türelmes, még jobb üzletet fog kötni, mert McKay ideges lesz. És az idő nekem dolgozik. Óra indul, Sly. Sok szerencsét. Nyerni fogok. Smithfield jelentkezett? Igen, oda bent van. És Anita is vele van. Anita? Ja, tudom. Helyes lány. És jó ügyvéd is. Jó napot, Hár. Anita, örülök, hogy ilyen hamar időt szakítottak rám. Joki, nagyon örvendek. Anita elmondta, hogy milyen kedves volt hozzá Párizsban. Magammal hoztam, hogy megköszönhesse. Én családtagnak tekintem magukat, Hár. Elhozta azokat a dokumentumokat? Parancsoljon, itt van mind. Látod? Mondtam, hogy nem lesz baj. Igen. Boldogan mosolyog. Apád higg az ember. Hát igen, így tartja a család is. Ha megveszem a részét, maga örökre megszabadul az olajtól. A Ewing céget kiradírozzuk. Minél előbb, annál jobb. Akkor végre élhetem a saját életemet. Micsoda?
Én azt hittem, maga azért él, hogy Jockey Ewingot egyszer s mindenkorra tönkre tegye. Ez igaz, de ennél most fontosabb dolgom is van. Tudja, van egy lányom valahol, de azt sem tudom, hogy hol. Annyit foglalkoztam az olajjal meg Jockeyval, hogy ő rá nem jutott idő. És most megkeresett. Az édesanyját is, talán még nem túl késő mindent rendbe hozni. Megbíztam valakit, hogy találja meg őket. Cliff, üzletet kötünk. Megígérem. Rendben. Tessék, parancsoljon. Akkor azonnal intézkedem. Tehetek még valamit önért? Most nincs semmi egyéb. És köszönöm, hogy ilyen gyors volt. Részemről a szerencse. Mehetünk, Anita? Hát, nekem van még némi megbeszélni való Mr. Ewinggal. Holnap találkozunk. Rendben. Sok idő telt el Párizs óta, Mr. Ewing. Ezért szólítasz most Misternek? Nem kellene. De ez nem sértés. Elhoztad az apám végrendeletét? Nem mond, hogy az üzlet fontosabb a gyönyörnél. Ez alkalommal az üzlet maga a gyönyör? Nem volt könnyű kilopni Harv bácsi széfjéből. Ezt meg kell fizetni. Én mindig kifizetem a számlát. Átnézted az áradékot? Igazad volt. Jock hagyott a fiadra valamit, ami a végrendelet összes többi részétől külön kezelendő. Ez hétpecsétes titok volt. Sejtettem én. Johnny az első is egyetlen unoka. Mit hagyott rá? A Cyberbyte szoftver gyártó cég 5000 részvényét. Elég satnyák voltak, mikor Jock megvette őket, de mára már meghíztak. Mennyire? 200 millió dollárra. Amit Johnny a 18. születésnapján vehet át a jövő héten. Hát, nem egészen. Hogy nem egészen? Az áradék kimondja, hogy Johnny akkor juthat hozzá, hogyha... Ha mivel? Akkor örökül, ha te meghalsz. Hát itt van a kutya elás. Mikor kicsi voltam, sokszor költöztünk. Tényleg? Miért a papád katonát itt? Nem, sosem láttam őt. A mamám nevelt fel. Énekesnő, és sokat kell utaznia. Mindig kellett valaki, aki vigyáz rám, ha ő dolgozik. Egy ideig a nagyanyám nevelt, de amikor gimnazista lettem, anyám Giuliához küldött, aki egy régi barátnője. Akkor egy darabig itt leszel Dallasban. Nincs kedved moziba menni? Dehogy nincs. A házasságomnál még az esküvő is tovább tartott. Tehát buta voltam, de hülye nem. Aztán egyetemre mentem, szereztem egy diplomát, most cégvezető vagyok. Ez már igen. Szóval, ha majd egy őrült pillanatban visszatérek az olajhoz, lesz kitől tanácsot kérni. De hát Bobby, ez itt olyan gyönyörű. Nem, mintha nem segítenék szívesen. Még nem tudom. Most csak úszom az árral. Szerettem South Forkot, de kéne valami más. És nincs senkid? Csak lovak tehenek. Azt mondod, nem változtál, de ez nem emlékeztet a régi Bobbyra. Talán egy kicsit mégis. Azt szeretném kérdezni, hogy... Hát, a válaszom igen. Szerintem meg akartál hívni. Nem mondd, hogy nem így volt. Így volt. Így van. Talán a ma este alkalmas lenne. Tudod, haza kell vinnem Pamelát. Garantálom, hogy Christopher ezt szíves örömest megteszi helyettem. De hogy nézek ki így? Remekül. Elhihetett. Úgyhogy van még egyéb kifogás? Akkor legalább a kezem megmoshatom? Sőt, még le is zuhanyozhatsz. Ó, ez nagyszerű. Tessék! Jockey, most elmegyek. Kér valamit? Ó, nem, menjen haza, visszállt holnap.
A sok munkától megéheztem. Elmegyünk? Vagy szeretnél inkább rendelni? Tudod, általában itt étkezem, de rengeteg dolgom van még, és tartalékolok egy kis erőt egy későbbi fontos megbeszélésre. Ó, és én akkor mit tegyek? De kedvesem, szépen visszaviszed a papírokat a bácsikát széfjébe. Aztán átküldöd a részvényeket a londoni számlára. És hogy intézzem ezt el? Egyszerű. Ahelyett, hogy a harmadik John Ross számlájára transferálnád, a másodikéra teszed. Ha bárki bolygatná az ügyet, amit erősen kétlek. Csak egy kis elírás történt. De nem szabad elfelejtened, hogy addig nem következhet be, amíg élsz. Drágám, csak bízd rám az efféle apróságokat, és tedd a dolgodat. Akkor, ha a vége a tárgyalásnak, hívjál. Hívlak. Megígérem. Aztán normálisan vezess nekem, és ne azt fitogtasd, hogy hány lóerős az autó. Apa, kérlek. Jól van. Bocs. Arra gondoltam, hogy megállunk vacsorázni. Jó, azt jól teszitek, ha nem tart reggelig. Nem fog. Menjetek már! Szia, Kép bácsi! Hallottad már a jó hírt? Szia, Cliff! Neked is jó napot! Hagy békén! Hallottad, hogy Joki megjött? Megint kezdhetem a harcot a Ewingokkal! Elmondanád, mi a francot hordasz itt össze, és hogy mi köze van ennek Jokihoz? Csak nem azt akarod mondani, hogy nem tudod, hogy Joki ma reggel betáncolt az irodámba, az enyémbe, azért, hogy visszavásárolja tőlem a Ewing olajtársaságot? Cliff, Joki Európában van, 5 éve egyfolytában ott van. Akárhol is volt, most hazajött. Nem mondd nekem, hogy nem tudtál róla. Nem tudtam. Hát ez jó. El se jön a kedves öccsét üdvözölni, először engem boldogít. És ha nem érdekel már az olaj, ő mi a fenét keres itt? Ő? Talán rám gondolt. Hello, Mr. Barnes. Igen. A neve Julia. Vagy micsoda. És a Pedricknél van. Kb. 2 hónapja tettünk nekik ajánlatot. Igen, így volt, és mi elvetettük az ajánlatát. Valahogy úgy érzem, hogy egész más malomban örlünk. Mit akarsz tőle? Nem mintha bármi közöd lenne hozzá, Cliff, de Julia, akit mindenki ismer, régi barátom. Kellemes volt a beszélgetés, de már a más terveink vannak. És késésben vagyunk. Ja, persze, oké, értem. De tudod mit? Ha látod azt a randa bátyádat, mondd meg neki, hogy szétrugom a seggét, ha megint hülyét akar csinálni belőlem. Átadom az üdvözletet, Cliff, és kellemes estét kívánok. Viszlát, Mr. Barnes. Különös ember. Az bizony. Erre tessék, Mr. McKay. Köszönöm. Kérem. Azt mondják, Európában nem túl jó a steak. Azt hiányzott a legjobban meg. Egy szép szeret texasi marhasült. Üljön le. Úgy látszik, hogy emlékszik, hogy minden csütörtökön itt ebédelek. Lefogadom, hogy találkozásunk nem a puszta véletlennek köszönhető. Beszélgetnünk kéne. A Vestárról és a Ewing olajról, és minél előbb. Parancsoljon, Mr. McKay. Nem tudom, miért. Isten tudja, Cliff Barnes már nem az ellensége. Az egy jó vállalat. Van egy sereg kiaknázatlan területe, és mi elkezdjük a kitermelést. Ha nyílbe ütik az adásvételt, az azt jelenti, hogy a Ewing olaj megszűnik létezni? Mint a cetha a jónást, egy darabban nyeljük le. Megpróbálja összeszedni a függetleneket egyenként? Így valahogy, igen. Feltennék egy elméleti kérdést.
Mondjuk megveszi a Ewing olajat, aztán nem sokára eladja. Jelentős haszonnal. Akkor szépen megtollasodna, igaz? Ehhez nincs elég pénze, Csoki. Azt meg honnan tudja? Ahonnan maga megtudta, hogy egyesülünk Cliff-fel. A hírek terjednek. Nos, mondjuk nyerek a szerencsejátékon. Ez bomba üzlet lenne magának. Semmi esély. A Ewing olaj csak egy része a nagyszabású tervnek, amit végrehajtunk. A nagy profitot beígérheti nekik, a Ewing meghozza. Nem beszélve arról, ami a maga zsebébe megy. Ez nem így van. Na, ne mondja. Egy dolgot szeretek magában, McKay, hogy ígéret sosem állhat a haszon útjába. A profitra és a Ewingra. Tényleg vége. Tényleg? Tudod, túlságosan szép volt. Azt hiszem, nem szabad túl gyorsan haladni. Nem értem, miről beszélsz? Tudod, te jól. Tékozó fiú hazatért. Igen. Mi van? Itt jártál a közelben és beugrottál? Gondolom hallottad, hogy visszajöttem. Látom, feltetted apa képét. Itt van a legjobb helye. Nem lett volna szabad odabent lennie. Igen. Kérsz egy italt, Bobby? Kérek. Te mit iszol? Hol csak te jár. Néhány éve megfenyegettek az orvosok. Az baj. Igen, elég nagy baj. Egyenesen a reptérről jövök, hogy lásd, visszajöttem. Milyen kihalt a ház? Csak te is Christopher laktok itt. Így van. Anya és Clayton néha beugrik, ha erre járnak. A saját dolgaikkal törődnek. A Ewingokra. Sokat beszélgettem a fiaddal. Derék fiú lett. Valóban az. Köszönöm. Gondolom Johnny is az lett. Igen. Miért pont most? Mit miért? 5 éve, amikor hazajöttem, lövést hallottam, felrohantam, és ott találtalak egy pisztollyal. Belelőttél a tükörbe, és az ördögről motyogtál valamit. Másnapra eltűntél.
Az elmúlt 5 évben talán 10-szer beszéltünk. Miért jöttél hát vissza? Megmondtam már, Bobby. Apa azt mondta, belém bújt az ördög. Hát most megszabadultam. Tudom, tőle. Hogy mit mondtál, de még nem tudom, hogy miért. Egészen kiváló munkát végeztél a farmon. Díjazom, hogy ide tetted kivel a kétét. Mondd, miért? Jól van. Eljött az ideje, hogy a Ewingok újból összetartsanak. Összetartsanak? Igen, hogy visszavegyék a céget. Most sok pénzem van, Bobby, de nem elég. És ha ketten mi... Nem. Megmondtam már, hogy leszámoltam az olajjal. Bobby, az 5 évvel ezelőtt volt. Azóta sok minden megváltozott. Nem annyira. Ha visszatérnék is az üzletbe, az nem veled lenne. Ha visszatérnél az üzleti életbe? Azt akarod elhitetni, hogy boldog vagy South Forkkal? Egyáltalán nem érdekel, hogy mit hiszel. Ó, Bobby, ne akard velem elhitetni, hogy nincs hány ingered, ha arra gondolsz, hogy Barnes ülott az apánk íróasztalára feltett lábbal. Az nem apa asztala, már hosszú évek óta. Apa meghalt. És most már ennek a viszálynak is véget kellene vetni. Igen. A South Fork élet puhává tett téged. És ha te nem jössz vissza az üzletbe, akkor megyek magam. Legalább egy fia legyen apának, aki tudja, hogy kicsoda. Elfáradtam, felmegyek aludni. A szobád még megvan, használhatod, ha akarod. Itt van Steve Grisham, a magándetektív. Jó napot. Hogy állunk? Talált valamit? Igen, uram, sikerült. Remek, jöjjön be hozzám. Kér egy kávét? Köszönöm, nem. Sly, hozna nekem egyet? Igen, uram. Nehéz volt őt megtalálni? Nem, uram. Csak néhány napba kellett. Nem hinném, hogy bárki elől is rejtőzkedne. Remélem, az a szerencsétlen nem számít rá, hogy ez az idióta Barnes keresi. Mégis hol van most? Kicsit utazgat. A múlt héten New Orleansban volt, ma pedig Vécóban nyit meg egy klubot. Remek hír, és mi van a lányával? Hogy hívják? Pamela? Pamela Rebecca. Ő nincs vele. De lehallgatom Miss Cooper telefonüzeneteit. Jó esély van rá, hogy meg lesz a lány is. Itt a kávé, Joki. Csak tegye le az asztalra. Várjon csak, Sly. Tudja meg, hogy Hooker bíró még mindig a vécói székben ül, és ha igen, akkor hívja fel. Igen, uram. Kiváló munkát végzett. Ez szerint kapja a fizetséget. Köszönöm, uram, részemről a szerencse. Amint megtudom, hogy hol a lány, jelentkezem. Várni fogom. Minél előbb. Tessék. Hooker bíró van a vonalban. Örült neki, hogy hal magáról. Tényleg. Figyeljen csak. Vécóba kell utaznom. Béreljen nekem egy repülőgépet. Halló, bíró. Igen, tudom, előfordul. Volna itt magának egy nagyon érdekes információ. In my dreams, I'd wish that I could learn to fly like a dove. Ez jól hangzik. Jimmy! Kipróbálhatnánk a fényeket? Ez vakit. Inkább a vöröset. Nepton Cooper? Igen. Letartóztatom kábítószer keresztülését. De jöjjön miről meg. Beszélnek? Jöjjön. Joga van a hallgatáshoz. Ez tévedés, kérem! Bármit mondasz, kérem, felhasználható maga ellen. Bíró, nagyon hálás vagyok. Nem is tudja mennyire. Én köszönöm, hogy tudtam rá a dolgot, Csaki. Szörnyű, hogy ezek a zenészek mit művelnek. Tudom, tudom. És a kényszergyógykezelés? Itt van a papír. Csak egy családtag aláírása kell hozzá. Hogy milyen a véletlen, tudja, az öccse Mitch vette el a kishúgomat, Lüsszét, és Mitchtől meghatalmazásom van. Hát ez a helyzet. Igen, és nem hiszem, hogy szükség lenne kihallgatásra, vagy tárgyalásra, vagy ilyesmire. Mehetne egyenesen a szanatóriumba. Amint megkapom az aláírást. Ó, hát persze.
Szia. Szia. Nekünk randevunk van. Aha. Gyere be. Olyan határozatlan vagyok. Azt mondtad, hogy mindegy, mit veszek fel. Én meg nem tudtam, hogy hova megyünk, és ezért nem akartam farmert venni, vagy akármit. Mert aztán idejött mondjuk frakban, ezért nem akartalak felöltözve hogy fogadni. Hogy aztán előről kezdhessem az öltözködést. Máskor majd pontosabban fogalmazok. Igazán, egy perc is kész vagyok. Addig talán így áll valamit. Jó, jó. Vagyis nem. Most nem lehet, mert vezetek. De az sem muszáj. Iszom valamit, és itt is maradhatunk. Nem azt mondom, hogy itt kell maradni, de ha felöltözöl és elmegyünk, akkor nem iszom. Most zavarban vagyok. De hát, csacsiság. Olyan, mint a kamasz lennék. Nem tudom miért. Én minden randevúmra felöltöztem, csak hogy tegnap meg az éjjel történt valami. És ma egész nap az estére gondoltam, és... Pamela most valószínűleg jókat mulat rajtam odafent. És én is zavarban vagyok. Akkor jó, ez tetszik. Reméltem, hogy így lesz. És ha ez megnyugtat, én is pontosan így érzem magam. Megnyugtat. Inkább ne igyál most. Menjünk enni és táncolni, beszélgetni. Beszélgetni szeretnék veled. Tudod, lehet, hogy nem kellene. Ne, ne. Menj öltözni. Különben itt maradunk hajnalig. Ne, menj, kérlek. Cliff Bartz a Ewing. Mondja, Debbie. McKay van a vonalban. Jó reggel. Jó reggel, Cliff. Nem nézi a televíziót véletlenül? Nekem nincs időm ilyesmire, de mondja, mire jutottak a könyvszakértők? Jó hírem van, a könyvelésen minden rendben van. Mondtam, hogy nem lehet semmi probléma, már is cselekedhetünk. Úgy van. Összehívjuk a vállalati tanácsot, és aztán, amint mondta, rendbe teheti az életét. Az jó, mert nem hinném, hogy Joki ne akarna beleavatkozni. Én nem aggódnék Joki miatt, Cliff. Egyáltalán nem aggódnék miatta. Majd később beszélünk. Igen. De te könnyen beszélsz. Az vagyok. Mit óhajt? A dallasi rendőrségtől. Merkem nyomozó. De hát mi történt? Talán a fiam? Mi van vele? A bátyjáról van szó. Baleset történt. Súlyos? Nagyon sajnálom, uram, de végzetes. Az imént találtuk meg földi maradványait és hitelkártyáját. És egy aranyórát monogrammal. Mi történt? Hát,
kapott egy defektet a 12-es úton. Amíg a segélyszolgálatra várt, belement egy kamion. A kocsiban ült, amikor az felrobbant. Várjon csak egy kicsit. Honnan tudja, hogy a segélyszolgálatot várta? Mert még a baleset előtt felhívta őket. És most? Nekem kellene azonosítanom? Nem hiszem, hogy tudná. Sajnálom, Mr. Ewing. Tudom, milyen fájdalmas, hogy ilyen hírt kapott. Igen. Addigra már elment New Orleansból, de megtudtam, hogy Vékóba ment egy klubba. Mértem, és ott van még? Nem egészen. Éppen az esti megnyitóra készült, amikor két zsaru bevitte, drogkereskedelemért. Efton, ez hülyeség, soha nem volt köze a droghoz. Melyik börtönben van? Szólok az ügyvédemnek, hogy hozza ki. Hát ez elég különös. De nincs börtönben. Utána néztem. Mintha aznap eltűnt volna. Sehol sem lelek a nyomára. Ez Gyoki. Ez biztosan Gyoki. Arra használja, hogy megpújítson. Nem hinném. Én meg igen, ő képes ilyesmire, de én meg fogom ölni azt a szarázit. Maga nem tudja? Mit nem tudok? Hogy reggel meghalt autóbalesetben. Ez a nap híre. Meghalt Gyoki Ewing? Biztos, hogy Gyoki Ewing? Hát azt mondták. Jó. Jó. Mi van a lányommal? Szóval végignéztünk mindent, de még nincs meg. Keresse tovább Eftont, valahol meg lesz. És bármilyen áron. És most, hogy Gyoki nincs már útban, talán kicsit több esély van rá, hogy megtaláljam Eftont. Nem, nem, Geri. Sajnos semmi kétség nincs, hogy ő az. Már megpróbáltam értesíteni anyát, de nem értem túl. Ki tudja, talán így van jól. Tudod, mennyire lesújtaná? Igen, beszéltem már Ray-jel. Nem biztos benne, hogy el tud jönni a temetésre. Oh, megértem. Persze, hogy megértem. Akárhogy van, akkor is. Mi csak egy szerény gyászszertartásra gondoltunk itt South Forkban. Igen, tudom. De csak vigyázz magadra, bátyám. És rá is. Igen. Igen. Tudom. Szia. Ez Geri bácsi volt? Igen. Hazajön a híre? Nem. Bell néni kórházban van, és most nem hagyhatja ott. Ő és Gyoki soha nem jöttek ki jól, igaz? Igaz. Sok mindenben nem értettek egyet. De tudod, a történtek őt is nagyon felkavarták. És te, fiam? Te hogy érzel? Nem tudom. Szörnyű arra gondolni, hogy csak most ismerkedtünk meg, és sose jön vissza. Gyere. Ülj ide. Johnny tudja már. Még fel kell hívnom. Ez lesz a legnehezebb. Talán könnyebb volna neki, hogyha tőlem tudná meg. Biztos vagy benne? Igen. Biztos. Halló? Johnny, itt Chris. Szia, hogy vagy? Képzeld, éppen New York-i tyúkkal internetezek. Nem vagyok jól.
Rossz hírem van, Johnny. Bob bácsival van valami? Nem. Az apád. Sajnálom. Meghalt autóbaleset. Sajnálom, Johnny. Bobby bácsinak mondd, hogy részvétem, és hogy oda megyünk. Megmondom. Szia, Chris. Johnny, ki telefonált? Mi baj van? Mi baj? Johnny, mondd el nekem. Christopher hívott. Apa. Mi van vele? Meghalt autóbalesetben. Ó, kisfiam. Istenem. A múlt héten hívott. Azt akarta, hogy Dallasba menjek vele. Ha elmegyek, talán ez most nincs. Nem a te hibád. El kell mennünk Dallasba. Nem mondtam meg neki, hogy szeretem. Úgy halt meg, hogy ezt nem tudta. Dehogy nem tudta. Nagyon büszke volt, hogy milyen klassz ember lett. Ugye velem jössz? Igen, fiam, el kell mennünk. Tudod, emlékszem, milyen volt, amikor apa meghalt. Anyát az bántotta a legjobban, hogy nem tudott búcsút venni tőle. Ma reggel Jockey elment, és tegnap este csúnyán összeszólalkoztunk a Ewing cégen. Egy csomó hülyeséget mondtam. Amennyit tudok róla. Szerintem te kedvesebb voltál, mint kellett volna. Bocsánat, nem így akartam mondani. Azt hiszem... Nem lett volna szabad ide jönnem. Csak gondoltam, hát ha segíthetek. Julia. Jó, hogy itt vagy. Ha itt ülök egyedül, és azon rágódom, hogy mit rontottam el, az nem segít. Ettetek ma egyáltalán valamit? Csinálok egy kitűnő rántottát. Én nem vagyok éhes. De Christopher biztosan örülne neki. Már is megyek. Julia? Köszönöm. Örülök, hogy itt vagy.
az a életjelenségek egy halottól. Ahhoz képest a legjobb helyen vagyok. Tudod, mi volt a legzseniálisabb? Mi volt az? Hogy felhívtad az autóklubot a kocsiból. Az egészet hitelesítette. Senki nem várja el egy Ewingtól, hogy kereket cseréljen. Most, hogy ilyen szépen elbújtam. Mi a helyzet Johnny örökségével? Minden oké. Okay. Amint halottnak nyilvánítanak, ami talán már meg is történt, a részvények megjelennek a londoni számládon. A brókerem tudja, hogy mit tegyen velük. Eladja őket, és Westart vesz. És meg kell úgy táncol, ahogy én fütyülök. Azt hiszem, hogy egy apróságról megfeledkeztél. Én nem hinném. Ha csak nem akarsz örökre halott maradni, Jockey, mi lesz az örökséggel, hogyha egyszer csodálatos módon hirtelen feltámadsz? Mert Harv bácsi tudni akarja majd, mi lett a részvényekkel. Nagyon egyszerű. A Westar részvények arra kellenek, hogy bankkölcsönt kapjak. Aztán visszaveszem a szájből, hogy Johnny majd szépen megörökülhesse. Ha Isten is úgy akarja, sokáig várhat. Nem igaz zavarna, de ez nem törvényellenes. Nem, ha csak ki nem derül, hogy miért követted el azt a kis elírást. Tudod, mi a legizgalmasabb benned? Na mi? Hogy Teréz anya állarcönegé bújtatod Machiavellit. Még mindig nem tudom elhinni. Christopher. Szia. Szia, Johnny. Szia, Bob bácsi. Hogy vagy? Elég jól vagyok. Talán furcsa, de egy kicsit azt vártam, hogy apa itt lesz, és ő vár majd minket. Remélem, nem bántottalak meg. Tudod, én is folyton arra várok, hogy lesétál a lépcsőn South Forkban. Széles mosolya. Hát akkor gyerünk a farmra. Tudod, hogy voltak éppen mi történt? Igen. Az út szélén állt egy defektes kerékkel, egy kamion pedig beleszaladt. A legértelmetlenebb halál. Sose gondoltam, hogy meghalhat. Véleményem szerint sokkal hősiesebb halál illett volna hozzá. Például elővi egy féltékeny férj. Voltak éppen mindegy, hol és mikor történik. Csak egy jó van benne. Azonnal meghalt, fel sem foghatta, mi történt. Visszaköltözött South Forkba? Igen, talán itt akart maradni örökre. Dühös volt, amiért nem jöttem vissza vele? Nem. Csak arról beszélt, hogy te milyen klassz srác. Jönnem kellett volna. De anyámat sem akartam egyedül hagyni. Egyedül? Mi történt Lockwooddal? Néhány hónapja vége lett. Anyám sosem mondta meg miért. De én tudom. És pedig? Azt hiszem, még mindig apámat szereti. Tudom, hülyén hangzik. De minduntalán bejött a szobámba, és az ő képét nézegette. Én meg arra gondoltam, milyen szép is volna, ha újból összejönnének. Már sosem történhet. Ráj! Már nem tudtam, hol van. Kapott értesítést a brókeremtől? Eladta a South Fork csomagot, és a pénzt Westarba fektette. Maga a legnagyobb kisebbségi részvényes. Jó, a tervem percre pontosan működik. És itt volt Steve Grisham. Megtalálta Afton Cooper lányát. Minden benne van. Remek, tökéletes. Hívja fel nekem Letigent, beszélni akarok vele. Nem. Nem értem. Elegem van ebből az egészből. Sly, mi ütött magába? Én mindent megtettem magáért, amit senkiért se tettem volna meg. És nem értem ezt az egészet, de azt hittem, van egy határ, amit nem lép át. Határ?
eddig és nem tovább. Mindig azt mondta, hogy a család a legfontosabb dolog az életben. És most elhiteti velük, hogy halott. Nem érdekli, hogy mekkora fájdalmat okoz? Igenis érdekel. De nem nézhetem tétlenül, hogy az apám cége megsemmisül a Westárban. Miféle holttestet tett Retigen a kocsiba? Az Istenért, az a részeg öreg régen halott volt már. És senki se tudja, hogy ki volt ő, és hogy mi történt vele. Sajnálom, Jockey, ezt nem csinálhatom tovább. Ha kimegy azon az ajtón, jobb, ha meg sem áll egész a csendes óceánig. Minél messzebb vagyok, annál jobb lesz. Hé! Ha Samantha vagy Bobby bármit is megtudna, a haláláig fogja emlegetni. Nagyon jól tudom. Webster szanatórium. Itt vannak a gyógyszerei. Nincs szükségem gyógyszerekre. Megmondtam a doktornak is, hogy nem vagyok beteg. Tudom, de ettől majd jobban érzi magát. Nem veszem be. Nem én. Emlékszik a múltkor is, mi történt? Ha beveszem is, nem okozok problémát. Felhívhatom a lányomat. Nem tudja, hol vagyok. Hogy mi történt. Kérem. Fölhívhatja, de előbb a gyógyszer. Akkor... Most nem lehet. De talán majd délután. Anita, most távol kell tartanod Harvot azoktól a dokumentumoktól egy kicsit. Nem probléma. Persze hozzá akar majd jutni, hiszen fel kell olvasnia a családnak. Egyébként azt mondja, Bobby elhamvasztatott. Muszáj erről beszélgetni? Azt hittem, örülsz majd, ha megtudod, hogy most egy urnában laksz. Ó, nagyon különös a humorérzéke, de éles. Szerintem inkább perverznek lehet nevezni. Hasonlatos. Abba jusszott az. Hello, Retigen! Elkéstem, de ki kellett fizetnem Thomasont is. Thomason? Igen, Thomasont, a kamionsofőrt. Láttam őt a tévében. Nagyon meggyőző volt. Még velem is elhitett, hogy baleset volt. Na és hol van a része? Vagy az most nem aktuális? A műsornak még nincs vége. Várjuk meg, amíg fellép a sztár. Bobby, nagyon sajnálom a bátyát, Mr. Ewing. Köszönöm. Samantha, a hölgy Julia Cunningham. Hello, jó napot. Ő pedig Pamela. Nagyon sajnálom, de nem tudom a másik nevét. Cooper. Cooper? Nagyon örülök. Samantha Ewing, illetve Lockwood Jockey volt feleségem. Sajnálom. Köszönöm. Szia, Chris. Nagyon sajnálom. Pamela, ő Johnny, az unokatestvérem. Jockey szia. Az apja volt. Ő pedig Julia Cunningham. Nagyon sajnálom az apádat. Köszönöm. Örültem. Én is. Hát, még találkozom majd. Menjünk. Ki ez? Egy barátom. Giuliával jött. Csinos. Pesgőt kérek. Cliff! Nem tudtam, hogy itt lesz. Tudni akartam, tényleg meghalt-e. De nem látom sehol az urnát. Nem, hát ez egy halott titol szerintem. A temetés már megvolt. Biztos nem akarták, hogy ott legyek.
Tudnom kell, vett maga mostanában Westar részvényt. Még hogy én? Mondtam már, hogy ki akarok szállni. De valaki vett, és nem is kevesen. A maga ügye. Még másokat is üdvözölnöm kell. Mr. Bart. Hello. Bobby. Szia. Samantha. Gyönyörű vagy. Szia, Clint. Hogy vagy? Mostanában elég jól. Chris. Johnny, sajnálom az apádat. Köszönöm. Hát, akkor kezdjünk hozzá, rendben. Johnny, készen vagy? Kész vagyok. Jól van. Mindenkit megkérek, hogy foglalja a helyet. Kérem, üljenek le! Üljenek le, kérem! Köszönöm. Mindenki üljön le! Először is köszönöm, hogy eljöttek Joki búcsúztatására. A pap szavai előtt Joki fia, a harmadik John Ross mondana pár szót. Köszönöm. Tudom, hogy önök ismerték apát. Úgy értem, hogy talán üzletileg, vagy társadalmilag. De nem ismerték igazán. Nem úgy, ahogy én. Nem úgy, ahogy a család ismerte. Köszönöm szépen, nagy szolgálatot tett. Apa, hát te él! Te él! Igen, élek. Mi történik itt? Bobby partit rendezett? És aztán, amikor letettem a telefont, pisztolyt nyomtak a fejemhez. Kirángattak a kocsiból egy csobó hülye tinédzser, egy minibusszal. Elvették a pénzemet, az órámat és a kalapomat. Aztán bedobtak a kocsi hátsó részébe és elvittek. Az egyikük pedig ellopta az órámat. Igen, de eddig hol voltál? Tudod, azt hittem, hogy San Angelo felé haladnak, de kidobtak egy nagy fenyves erdőben. Egy napba tellett, hogy a kötelekből megszabaduljak, és alig találtam ki onnan, aztán felvett valaki, és azóta utazom a bűzlő platón a disznókkal. Miért nem hívtál fel? Édes fiam, nem tudtam, hogy anyád és te idejöttetek. Azt sem tudtam egészen mostanáig, hogy halott vagyok. Joki, menjünk be a házba. Pihenned kéne. Meg kéne fürödnöd. Igen, ez a kis epizód nagyon megviselt. Mindenki figyelmét kérem. Meg akarom köszönni, hogy idejöttek miattam. Tényleg sokat jelent nekem. Köszönöm. Hát, úgy tűnik, Joki visszatért az élők közé. Úgyhogy mulassanak jól. Ez olyan szép volt, hogy nem is lehetett igaz. Ez az ember csak akkor fog meghalni, ha személyesen én ölöm meg. És akkor is visszajön, mint kísértet. Szerintem ő vásárolgatja fel a Westar papírokat. A vállalati vezetést holnapra összerántom, és megveszem a Ewing olajat, és majd mi ketten aláírjuk. De hát... miért baj az, hogy Joki részvényeket vásárol? Tudja, Cliff, akkor is tartanék tőle, ha újságot árulna az utca sarkon. De Westar részvényekkel a zsebében, ki tudja, mire lehet képes.
Ez egyszer nem szívesen üritem poharam a visszatértére. Nagyon nehéz napunk volt. Elárulod nekem, hogy milyen. Biztosan a bátyáddal akarod tölteni az estét. Tudod, ez furcsa. Komolyan? Tegnap még odaadtam volna érte egész South Forkot. De talán most inkább Johnnyval és Samantával lenne. Én pedig inkább veled lennék. Szóval, mikor? Bármikor. Nem kell elmennünk, majd én főzök. Köszönöm. Jól van. Chris, menjetek el moziba Pamelával. Fizetem. Kösz. Szívesen mennék, de Tamiéknál leszek egy szülinapi bulin. Hát akkor talán majd máskor. Jövő héten. Talán Johnny is velünk tart. Persze. Ha még mindig itt lesz. Este találkozunk. Hozzá borsz. Jó, de tudod, vagy iszom, vagy vezetek. Hozzá kettőt. Szia, Krisz. Talán most legjobb lenne felhívni Garyt, Rayt, Lucyt, hogy megtudják, Jockey él. Tudod, fiam, nagyon sajnálom, amin keresztül mentél. Sose gondoltam volna, hogy így látlak, és úgy értem, hogy borzasztó érzés volt meglátni titeket. Ez most nem fontos. Lényeg, hogy jó vagy, apa. Jobban, mint valaha. Újra együtt vagyunk South Forkban, mint régen. Persze a mama már férhez ment. Talán nem sokára visszamegy Londonba. Erről nincsen tudomásom, de külön élnek. Ó, valóban? Erről ne szólj neki, mert azt hiszem nem akarja, hogy bárki is megtudja. Nem, ez a mi titkunk. Johnny! Miért nem hagyod apádat szürödni? Utána itt sebeghette. Igaza van, most menj szépen. Ó, itt van a ruhám. Legjobb elégetni. Jól van. Jó fürdést. Samantha? Nagyra becsülöm, hogy mindketten itt vagytok. Sokat jelent nekem. Ahhoz képest, amiért jöttünk, kedves, hogy itt vagy. Szeretném, ha elfelejtenénk mindazt a rosszat, ami kettőnk között volt. Hadd legyen ez mindkettőtöknek egy szép utazás. Az jó lenne. Remélem, hogy így lesz. Itt maradtok most egy darabig? Szeretném újból megismerni a fiamat. Menned kellene fürödni. Még itt leszünk egy kicsit. Milyen szép vagy, Samantha. Sose láttalak ilyennek. Ez a házasság biztos boldoggá tesz. Köszönöm. Milyen kedves vagy. Kár, hogy Bobby nincs itt velünk. Évek óta először vagyunk együtt. Tudom, mi legtöbbször csak a konyhában eszünk. Samantha, emlékszel, milyen volt, amikor apa még élt? Ha esett, ha fújt, nem számított, minden este 6-kor asztalhoz ültünk. Az ám, és fejét vette annak, aki elkésett. Vagy aki üzletről beszélt az asztalnál. Akkoriban minden a családról szólt. Szép volna, ha megint úgy lenne. Az tényleg jó volna. Ugye, mama? Apád mindig optimista volt. Tudom, az enyém is ezt mondja. Igen, kár, hogy most nincs velünk. Samantha, hadd segítsek neked. Köszönöm. Mégis hová ment az apád? Randevúja van. Megtudhatnám az ifjú hölgy nevét? A hölgyet már nagyon régen ismerik. A neve Julia Cunningham. Délután itt volt, de nem hiszem, hogy láttad. Ismered őt, Jockey? Igen, a neve elég ismerősnek tűnik. Bobby mindig is nagyon szerette a nőket. Mert te nem. Halló? Várj egy kicsit. Ez Pamela, a buliból telefonál. Azt akarják, hogy menjünk oda. Elmehetünk, mama? Menjetek csak. Mindjárt ott leszünk. Rögtön megyünk. Igen, Giuliaék mellett vagytok, ugye? Jó, szia. Hát akkor öltönyt le és indulás. Milyen gyorsan felnőttek, igaz? Így már nem kell elmagyaráznod, hogy mit nem szabad. Nem hinném, hogy kéne. Szerintem ő már eléggé ismeri az életet.
Elképzelem, amint elmeséled neki az élet dolgait. Szívesen hallgatóznék az ajtó mögött. Olyan jó, hogy nevetni látlak, Samantha. Jó itt ülni és hallgatni téged. No, csak lassan a testtel. Mi csak a temetésedre jöttünk. Ó, sajnálom. Megváltoztam. Nincsenek rossz szokásaim, az ivásról is leszoktam. Johnny elmondta, hogy Dan és én már külön élünk, igaz? Igen, mintha említette volna. Őszintén, rég hallottam ilyen jó hírt. Na hát, milyen kedves és együttérző vagy. Samantha, kérlek, ne menj el. Komolyan. Most, hogy már nem éltek együtt, egy okkal több, hogy ne menj el. Nem tudtam, hogy vörös vagy fehér legyen, a pezsgő viszont mindenhez illik. Csodálatos vagy. Te is nagyon jól nézel ki. Ó, ezt neked hoztam. Köszönöm, nagyon szép. Ez igen. Szépen megterítettél. Bármit főztél is, az illata isteni. Köszönöm, remélem éhes vagy. Igen. De majd később vacsorázunk, most nyissuk ki a pezsgőt. És igyunk egy kortyot. Vagyis... Vagyis... Nem akarok várni. Hál' Istennek, Pocsék Szakács vagyok. Jól van, fiam. Jó mulatást. Majd reggel találkozunk. Tessék! Samantha! Igen? Csak Johnny hívott. Azt mondta, Christopherrel együtt ott töltik az egész éjszakát. Csak azért szólok, hogy tud. És mi most egyedül vagyunk. Ha nem tudnám, hogy nem, azt hinném, ezt is te intézted. Ó, hogy őszinte legyek, épp úgy meglepett, mint téged. Habár én egyáltalán nem bánom. Csak nem képzeled, hogy bármi is történhet kettőnk között, ennyi idő után. Nem, persze, hogy nem. Csak éppen meg akartam mondani, hogy ez életem legboldogabb napja. Mivel itt most támadtál fel, ezt igazán megértem. Nem úgy értettem. Á, tudom, hogy érted. Nem. Nem hiszem, hogy tudod. Mikor kirángattak az autóból és bedobtak az övékébe, azt hittem, hogy végem van. Csak egy dolog jutott eszembe, hogy már soha többé nem látom, akit igazán szerettem. Soha nem látlak téged. Gazember! Thank you.
Ha, jó reggelt. Jó, hogy nem vagy farmer feleség, a fél nap eltelt. Hány óra van? 9, már elmúlt. De ne aggódj, nem kell menned dolgozni. Felhívtam őket, és mondtam, hogy nem mész be. Nem tettem semmit a kávéba. Pontosan mit mondtál nekik? Azt mondtam, hogy a házi orvosod elrendelte, hogy az egész napot ágyban töltsd. Csak tán nem dr. Ewingről van szó? De eltaláltad. És ez a dr. Ewing házhoz jön? Miattad? Egész biztos. Szent Isten, Pamela mindjárt itt lesz, fel kell öltöznem. Nem kell aggódnia. Indulok, fél óra múlva. Már is megyek. Jó reggel. Jó reggel. Jól aludtál? Nagyon. De azt hittem, a mai napot együtt töltjük. Jól hallottam, hogy már is elmész? Igen, ez üzlet. Nagy nap lesz a mai. Miféle üzlet? Az egyetlen, ami fontos. A Ewing olaj ma visszakerül a családba. És ezt jó dolognak kéne gondolnom? Annak bizony. Ezért jöttem vissza. Eddig azt mondtad, a család miatt. Hát egyáltalán nem. Szerintem csak azért szillelted a halálod, hogy Johnny és én visszajöjjünk South Forkba. Ugyan, hogy mondhatsz ilyet? Mert így van. Nem értem, miért mondasz ilyet egy ilyen éjszaka után. Tényleg a családról van szó. És szeretném, ha itt maradnál, de nem egy fél emberrel. Mert hatalom nélkül csak az vagyok. Bobby egész ember, és őt sem érdekli az olaj. Ez a különbség kettőnk között. Ő csak érintette, de nekem ez az életem. Nem kell így szólózni. Nem, de mondok egy példát. Ott a sonka a tojással, a tyúk érintette a dologban, de a disznónak húsba vágó az ügy. Sajnos pokoli örökséget hagyott rád apád. És én továbbadom a fiamnak. Elvégzi az iskolát, és mellettem fog dolgozni. Ha még itt lesz? Ó, biztosan itt lesz. Nagyon boldog, hogy újra együtt vagyunk. Csak nem akarsz mindent felrugni? Egyszer megtettem. És bármikor megismétlem. Vacsorára itt vagyok. Pontban 6-kor, és ne feledd, az asztal mellett nincs üzlet. Johnny, menjünk már! El fogsz késni. Ma nincs iskola, értekezlet van. Tényleg? Igen. Nálunk is. Lazítsunk együtt. Persze, jó. Csak előbb haza kell mennem átöltözni. Johnny! Szia, majd hívlak. Tényleg. Holnap este a szüleim elmennek. Igazán? Mm-hmm. Ott a helyem. Szia, Johnny. Hello, Pen. Szia, Chris. Szia. Hozom a táskámat. Te meg vagy őrülve. Lehet, de az őrültek élen vannak. Sosem hallottál az AIDS-ről. Sosem hallottál óvszerről. De... csak a hűség egyben biztonság is. Míg a következő 5 évet Pamelával töltöd, én teljesítem a tervet. Tényleg nagyon sajnálom. De el kell menned, mielőtt Pamela hazaér. Akkor orvosi karrierem még mielőtt elkezdődött volna véget ér. Halló? Halló, Julia? Itt Acton. Pamela ott van? Szia, régen nem hallottunk rólad. Nem sokára itthon lesz. Segítsetek! Mi baj van? A Webster szanatóriumban vagyok, Vékóban. Ki kell vinnetek innen? Kérlek, hozd ide Pamelát. Valaki jön, le kell tennem. Segíts! Ezt remekül csináltad. Hogy klasszikus idézzek, ez még csak a kezdet. A folytatást csak később hallgatom meg. Nagyon szoros a menetrend. Micsoda buli. Igen, jó volt. Csak
nem táncoltál vele, pedig megígérted. Dehogy nem. Nem emlékszel. Pamela! Anyát telefonál. A Webster szanatóriumban van Vékóban. Hol? És jól van? Miért van ott? Nem tudom. Letette a kagylót, más nem mondom. Azonnal oda megyek. Elviszlek. Inkább nekem kellene. Tudom a dolgom, apa. Ha bármire szükség van, hívjatok. Giuliával rögtön oda megyünk. Hány óra van? 9:30. Mondja meg, megkérek, hogy kések, és juttassa oda az anya. Rendben. Mit művel itt? Nekem Eston kell és a lányom. Jöjjön be. Bobby! Szervusz, mi az ördög folyik itt? Hol van a lányom? Nem értem, miről beszélsz. Erről itt. Pamela Rebecca Cooper. Itt lakik. Pamela a maga lánya? De mennyire, hogy az? Pamela Cooper. Hogy ez nem jutott eszembe. Na, mit szólsz ehhez? És most hol van? És Efton? És mi az ördögnek lakik itt vele? Hát, ismeri Eftont? Cliff, Pamela iskola időben itt él Giuliával. Hol vannak? Efton szanatóriumban van, Vékóban. Pamela éppen most ment el hozzá. Szanatóriumban? Mi baja van? Nem tudjuk, Cliff. Nem tudjuk, miért van ott. Ma reggel hívta onnan Giuliát. Igen? Én meg ma kaptam meg Pamela képét. Ebben az egészben megint Joki keze van. Ez a terögeszmét, hogy mindenért ő a felelős, ami veled történik. Nem tévedek. Tudta, hogy ma kötünk üzletet, eladom a Ewingot a Westernnak. Az ülés pedig egykor el fog kezdődni. Ő meg kiszámította, hogy most Vékóba megyek, és nem az ülésre. Ezért besétál és visszaveszi a Ewing társaságot. De hát... Mit akarsz csinálni? Megyek Vékóba. Nem kell a Ewing-olaj. Nekem inkább Efton és a lányom kell. Reméltem, hogy ezt válaszolod. Aztán a falba verem a fejem, de nem bánom. Bobby, arra kérlek, hívd fel a repülőteret, rendelj egy helikoptert. Én mindjárt ott leszek. Cliff, várj egy kicsit. Talán Joki ezúttal nem fog nyerni. Jó reggelt, hölgyem! Ma kiszabadul innen. Hogyan? Egyszerűen. Most rendelt el húkarbíró. Úgyhogy öltözzön föl, egy aláírás, és távozhat is. Mama! Oh, édesem! Jó napot! Asszonyom, inkább nem kérdezem, hogy van. Nem értem ezt az egészet. De most már minden rendben. Pamela, honnan tudtad, hogy itt vagyok? Amíg nem hívtál, nem is tudtuk. Én próbáltalak hívni, de nem hagyták. Tudom, hogy nem vagyok őrült. Mindegy, miért jöttetek. Gyerünk, csak alá kell írnom, aztán gyorsan eltűnünk innen. A többit majd később megbeszéljük.
Hát akkor köszönöm, hogy megjelentek. Azt hittem, ma pont kerülhet a Ewing ügy végére. Sajnos a dolgok nem mindig úgy történnek, ahogy szeretnék. Majd máskor folytatjuk. Az ülést berekeztem. Kérem, azért ne szaladjanak el. Az ülés csak most kezdődik. Ó, jó napot, Jockey. Azt hittem, hogy korábban fog érkezni. Nem látom Cliff Barnes-t. Köszönöm mindenkinek. Mr. Ewing-gal négy szem közt szeretnék beszélni. De meg, tényleg maradjanak. Ezt hallaniuk kell. Ha tényleg ezt akarja, ezek szerint maradjanak. Mint Westar tanácstagoknak érdekes lesz, amit mutatok. Olvassák és írjanak. Tudom, hogy mi áll a papírokon. Hogy maga most a Westar olajtársaság legnagyobb részvényese. De nem kaphatja meg a Ewingot, akárhány részvénye is van. Vajon miért? Mert nem a miénk. Mert Barnes másnak adta el. Kinek? Nekem. Bobby. Cliff ma reggel eladta nekem, mielőtt Vékóba indult, hogy megtalálja Acton. Meglepődtél? Nem igazán. Néha minden úgy történik, hogy az ember elképzeli. Azt mondod, hogy ezt az egészet eltervezte? Isten hozott vissza az üzletbe, Bobby. Esküszöm, nem volt könnyű. Kedves tanácstagok, van egy problémánk. Ez a probléma pedig ott ül. Ezért aztán nem csak, hogy a Ewing cég létezik, de Ewing áll az élén is. Mi több, az is Ewing, akinek elegendő Westar részvénye van ahhoz, hogy pokollá tegye a magunk élet. Ha csak egyet nem értenek velem abban, hogy engem kell megválasztani a Westar következő elnökének. Ez sosem fog bekövetkezni, soha. Ne áldassa magát meg. Bizony a maga terve kútba esett. A tanácstagok meg éppen azt számolgatják, mennyibe kerül nekik a maga nyugdíjazása. Maga szemét. Hé, ne vegye a szívére. Most már maga is tudja, egyszer fent, egyszer meg lent. Bácsi, mit keresel itt? Christopher, Johnny! Acton! Hello. Hello, Cliff. Emlékszel Pamelára? Már nagyon régen volt. Milyen gyönyörű lány lett belőled, mint az édesanyád. A nevem Cliff Barnes. Hello. Szia. Én a... Mamád régi barátja vagyok. Jó barátom. Hello! Köszönöm, köszönöm. Örülök, hogy visszajöttél. Nem fogják megbánni. Higgyék el, fiúk, a Westar csillaga hamarosan felragyog megint. Ne aggódjanak emiatt. Igazodunk. Hé, hey, Bobby, nem kellett volna megvárnod. Este találkozunk a farmon. Ahol mindenki a te oldaladon van, nem hinném. Miért szorulnék védelemre? Bobby, a Ewingok megcsinálták az évszázad üzletét. Nem kell ez a Ewing maszlag, Jockey. Ez az egész azért volt, hogy rátenyerelhess a Westarra, nem igaz? Sosem akartad megvenni a Ewingot. Nagyon tévedsz, Bobby. Két dolgot nem viseltem el. Hogy Cliff Barnes-é a Ewing olaj, és hogy te South Forkban töltöd az idődet. Tudom, hogy nekem nem adta volna el, de rájöttem, hogy a körülmények miatt neked eladja. És tudtam, hogy te akkor veszed meg, ha engem meg akarsz állítani, igaz? Nem igaz. Nem is akartad eladni South Forkot, és nem is örülsz neki, hogy újra együtt van a család.
De igen, csak elfelejtettem már, milyen rohadt dolgokra vagy képes, ha a Ewing családról van szó. Persze, hogy arról. És köztünk szólva szerintem örülsz, hogy megint tiéd a Ewing olaj. Hagyd a fenébe a farmot és tér vissza oda, ahová tartozol. Lásd be, Bobby, a város a miénk, ahogy apánk mindig is akarta. Halló? Bobby Ewing ott van? Nem, sajnálom, de nincs. Samantha, maga az? Igen. Sly vagyok. Jockey. Asszisztense. Nem a temetésre repült ide véletlenül? De igen. Miért? Mert van itt valami, amiről tudnia kell. Hello, Johnny! Christopher! Mi újság, fiú? Sosem találnád ki, hogy mi történt. Tényleg? Hadd hallom. Hát, minden Pamelával kezdődött. Nicsak. A hódító hős hazatér. Indulhatunk, Chris? Hát persze. Hová mentek, Bobby? Jockey, ismered Julia Cunningham-et? Biztosan emlékszel rá, hogy ki ő. Ó, igen, az új barátnő. Örülök, hogy látom. Köszönöm. Sokat hallottam magáról. Igen, azt elhiszem. De mondd, Bobby, hová rohantok? Azt hittem, egy kis családi ünnepséget rendezünk ma este. Talán lesz kedved, és talán nem. Nem szeretem ezt a hangot. Akkor figyeld, hogy ez tetszik-e. A délutáni rövid kis szónoklatod után kicsit elgondolkodtam. Megbeszéltem a barátaimmal is, és nem kötöm le az összes pénzem a Ewing olajnál. A felét eladtam az új társamnak. Új társ? Mi a fenéről beszélsz? Ő rá gondol? Nem, nem rá. Találgass. Te jó Isten. Úgyhogy jó estét kívánok. Gyere, fiam. Menjünk. Örültem a szerencsének. Hát nem csodálatos. Most mind az olajban úszunk. Csak hogy Bobinak és nekem van Ewingom. Neked meg nincs. Tetszett neki az ötlet, amit javasoltam. Miért tett? Talán, hogy téged felbosszantsalak. Vagy talán arra gondoltam, milyen jó lesz ágyban, sejempárnák közt, kitermelésről és olajkutakról suttogni. Vagy talán megmutatom, hogy én is vagyok olyan okos és olyan kemény, mint te. Azt hiszem, ez volt a lehető legjobb, ami köztünk történhetett. Majd kiderül, nem? Hm? A mamád boszorkányos az. Most nem haragszol rá? Nézzük a tényállást. Bobby bátyád visszatért az olajhoz. A mamát tüzön vizen át megvédi érdekeit. És te, fiam, meg itt fogsz élni, és Texas legnagyobb embere fog tanítani. Várj egy kicsit, apa. Úgy hangzik, mintha mindent így terveztél volna. Látod, Johnny, már tanultál valamit. A filmet Leonard Katzman emlékének ajánlja magyar hangok. Kránic Lajos, Csankó Zoltán, Hanvas Dániel, Vándor Éva, Fazekas Zsuzsa, Csondor Kata, Molnár Levente, Szerencsi Éva, Kis Erika, Csurka László, Vég Péter, Spilák Klára, Pataki Imre, Németh Gábor. Magyar szöveg Bérci Krisztina, hangmérnök Király Bíró Sarolta, vágó Makai István, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Orosz Ildikó. A szinkront az Intercom megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza az Intercom.